Győrben rendezik jövő 2-től a női kosárlabda Európa Kupa A csoportjának mérkőzéseit. Az idei torna különleges, hiszen az oda-visszavágók helyett buborékrendszerben 4 nap alatt lejátsszák a meccseket. A győri csapaton kívül vendégül látunk még egy csapatot hazánkból. Ugye a Szekszár csapata lesz jelen, illetve egy török és ukrán élcsapatot fogunk itt vendégül látni, úgyhogy bízom benne, hogy jól fogják magukat érezni. Noha természetesen elég szigorú szabályok vannak, tehát most minden nem áll rendelkezésre, mint egy normál élet esetében. De örülök, hogy egyáltalán ezt meg tudjuk tartani. Bár szurkolók nem lesznek, ez nem jelenti azt, hogy teljesen csendes lenne a csarnok. Mérkőzések előtt a szurkolóink küldhetnek fotót, nem csak a miénk, ugye ezt meg fogjuk nyitni minden résztvevő csapat szurkolójának részére, tehát más is megteheti ezt természetesen, és az a pálya mellett futó letfal periméteren fognak megjelenni, illetve a kivetítőn ezek a szurkolói ábrák. Ha nem is lehetnek testben ott, de lélekben és az arcukkal viszont üzenhetnek a csapatnak, hogy mellette állnak. A csoportokból az első 2 helyezett jut a legjobb 16 közé.